A takarékpénztárak 1924-ben Milánóban tartották kongresszusokat, és itt határozták el, hogy minden év októberének utolsó munkanapja lesz a világtakarékossági világnap. A jeles napról a nánáson működő pénzintézetekben is megemlékeztek október 29-én. Ajándékokkal, apró figyelmességekkel köszöntötték az ügyfeleket. Volt olyan, ahol a jövő generációjáról, a gyerekekről is gondoskodtak. Számukra rajzpályázatot hirdettek meg, s a legjobb alkotások az ügyféltérben kerültek bemutatásra. A pályázaton sikeresen szereplő gyerekek ajándékot kaptak. A Magyar Vöröskereszt területi szervezete mellett működő területi ifjúsági tanács október 30-31-én kortárs képzést tartott a művelődési központban. A kétnapos programon 18 oktatási intézmény 45 diákja vett részt. Ifjúság az ifjúságért projektben a vezetőképzés mellett elméleti és gyakorlati feladatokat oldottak meg a résztvevők. Kiemelt szerep jutott a drogprevenciónak. A program költségeit a megyei önkormányzattól pályázaton nyert pénzből finanszírozta a területi ifjúsági tanács. A Mi Érted Élünk Egyesület működési feltételeinek biztosítására október 30-án jótékonysági bált szervezett a művelődési központban. A jó hangulatú bál elérte célját. A szervezet elnöke, Kálai Sándor érdeklődésünkre elmondta, hogy elképzeléseiknek megfelelően alakult a bevétel, és így ebben az évben zökkenőmentesen tudnak programokat szervezni a sérült gyerekeknek. Ügyetlő, 1517. október 31-én a Wittenbergi várkapujára függesztette ki 95 pontból álló tételeit Luther Márton. A követelések a búcsú hirdetés körüli visszaélések ellen irányultak. Napjainkban a református egyház a világ minden pontján, a reformáció világnapján megemlékezik az 1517-es eseményekről. Hajdú Nánáson, október 31-én a kora délutáni órákban a református gyülekezeti házban Gacsáhy Gábor tartott ünnepi istentiszteletet, majd a református általános iskola tanulói adtak műsort. A Csihagyőző Ipari Szakmunkás Képző és Szakközépiskola ez évben november 5-én tartotta szalagtűző ünnepségét a Moritz Pál Művelődési Központ színháztermében. A végzős osztályokat Sinka György, az oktatási intézmény igazgatója búcsúztatta. A maturandus szallagot ez alkalommal 9 végzős osztályban, 8 nappal és egy esti tagozaton tanuló diákoknak tűzték fel osztályfőnökeik. Az Állami Közútkezelő KHT polgári üzemmérnökségén november 9-én az önkormányzatok és a sajtó képviselőinek tartottak tájékoztatót a téli munkálatok előkészítéséről. A jelenlévők megtekintették a téli védekezésre felkészített gépeket, majd a KHT szakemberei arról szóltak, hogy a korábbi esztendőkhöz képest milyen változások történtek. Örömmel hallottuk, hogy a Nánási Nagykörút és a várost a 36-os főúttal összekötő Tiszavasvári út magasabb kategóriába került, és így a hóeltakarítás, síkosságmentesítést az észlelés követő 2 órán belül elkezdik. Derzsi Miklós ügyvezető igazgató elmondta, fontos a gépjárművezetők figyelmének felhívása a megváltozott útviszonyokra, valamint a járművek felkészítése a téli közlekedésre. November 9-én a 2. számú általános iskola kis tanatermében tartottak kendó bemutatót a kendó szakosztály sportolói. A bemutató célja az volt, hogy az iskola tanulói megismerkedjenek ezen sportággal, és a jelentkezések függvényében gyakorolhassák ezt a sportágat, megismerjék ezt az életformát. A 2. számú iskola lehetőséget kíván biztosítani a továbbiakban is tanulóinak ahhoz, hogy a kendót intézményen belül gyakorolhassák. A város,
November 5-én dr. Lázár Imre Hajdúböszörmény polgármestere nyitotta meg a Hajdúsági Ősz 99 kiállítást és vását. A kétnapos rendezvénysorozatnak a Művelődési Központ és a Bocskai tér adott helyszínt. Az idén is sor került a standok szemlézésére, aminek eredményeként a vásárdíjat a kiskerekes cukrászat tulajdonosa, Kerekes Antal vehette át Skurkéti Évától, a Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárától. A termékdíjat az Aluszék Kft.-nek ítélte oda a zsűri. A regionális kiállításon és vásáron számos érdekes program várta a felnőtteket és gyerekeket. A bor és a gasztronómia évében számtalan terméket ízlelhettek meg a látogatók. Az informatika iránt érdeklődők kipróbálhatták a számítástechnika és a multimédia legújabb kínálatát. A péntek esti órákban divatbemutatóra került sor, ahol minden korosztály talált látnivalót. A gyermek és sportruházat mellett a Gabi Fashion Vera kollekciója képviselte a klasszikus divatot, s méltán aratott sikert. A városi jellegzetes ételét, a cukrosmájas hurkát is elkészítették. A Millenniumra készülve 2000 méter hosszú hurkát sütöttek, amit a látogatók fogyasztottak el. A vásár második napján Bányai Attila kétszeres kungfu világbajnok lélegzetelállító produkciót mutatott be. A fiatalember hasán egy 4 tonnás teherautó hajtott keresztül. Erre a mutatványra eddig még senki nem mert vállalkozni, így Bányai Attila nevét a Guinness Rekordok könyvében is jegyzik. A 4. Hajdúsági Ősz kiállítás és vásár a szervezők, a kiállítók és a közönség szerint is eredményes volt. Október 30-án hazai pályán fogadta a hajdunánesi férfi kézilabda csapat újabb ellenfelét, Debrecen együttesét. A mérkőzés kezdetekor a hazai csapat szerezte meg a vezetést, és több gólos vezetési előnyét tartva végigirányította a játékot. Az első fél időben megszerzett 14-10-es hazai vezetésnél cseréltek térfelet a játékosok. A második játékrészben a nánasi csapat csak növelni tudta vezetési előnyét. A második fél idő 29. percében egy debreceni támadásnál Szilágyi Attila, a hazaiak 13-as számú játékosa fejsérülést szenvedett. A találkozó 14 gólos hazai vezetéssel zárult. A végeredmény 32-18 a hajdunánási csapat javára. Ebben az évben is a cukorrépa betakarítása az október és a november hónapokra esik. Önöknek mekkora nagyságrendű területről kell a cukorrépát ezértem betakarítania? Szövetkezetünk közel 800 hektáron termel cukorrépát, illetve termeltet. Ez a 800 hektár több mint 300 főnek a tulajdona, tehát jelentős az integráció vagy a termelés szervezés, amit folytatunk a cukorrépa területén. A 800 hektárból ez ideig betakarítani több mint felét sikerült, az állomáson átadni a répa prizmázó, illetve átvevő helyen körülbelül olyan 300 hektárnyi cukorrépát tudtunk eddig átadni. A növény minőségéről és mennyiségéről
hogyan tudnánk beszélni? A kívánt mennyiség és a kívánt minőség várható ez évben is? Igen, hogy mondjam, ebben az évben jelentős mértékben javult a termés mennyisége és minősége is a tavalyi évhez képest. Idei évben nem ritka a 600 tonna per hektáros átlagtermés. Mondjuk, ahol most állunk, ez egy víznyomott terület, egy magángazdálkodói, de ettől jóval szebb répatábláink voltak. A digesszióról azt mondhatom, hogy nagy átlagban 14% körül alakult, ami a tavalyi évi 12-höz képest elég jó. Ha azt nézzük viszont, hogy augusztus és szeptember nagyon szép napsütéses időben telt el, ahhoz képest egy picit kevés. De úgy néz ki, hogy a nagy átlag olyan 14% körül lesz a digesszió. Ezek szerint önök tartani tudják azt a szerződést, amit a Szerencsi cukorgyárral kötöttek. Hogyan alakul ez a következő évre? Hát az általunk vállaltakat ez idáig tudtuk teljesíteni, hát természetesen nem tudja az ember, hogy még a november vége, illetve december eleje milyen lesz. Az előre megállapodott kvótát gyakorlatilag minden nap át tudtuk adni a cukorgyárnak. Hát a jövőre való tekintettel csak reményeink vannak arccal abban a tekintetben, hogy szeretnénk megőrizni ezt a nagyságrendet a cukorrépa termesztésben, mivel egy biztos áru növénynek tűnik mind a mai napig, amit lehet értékesíteni, és értékesítés után természetesen a jövedelmet is realizálni, tehát a kistermelők is pénzt láthatnak belőle. Ebben az évben hozzávetőlegesen milyen időpontot tudna nekem mondani azzal kapcsolatban, hogy a földből kikerül a növény, tehát a földből felszántják a növényeket, és az elszállítás is mikorra várható? Hát legjobb reményeim szerint remélem, hogy november 20-a környékére ki tudjuk ásni az összes répát, és utána természetesen még prizmában jelentős mennyiségű répánk lesz. Az előre láthatólag december 10-e körülre kerül be az állomásra, illetve átvételre. És hát november 20-a után gyakorlatilag reális esély nem nagyon van itteni időjárás tekintve, hogy optimális időbe tudjuk betakarítani, ezért is nyújtott műszakban végezzük a betakarítást, és esténként bizmázunk, mikor a kvótát bevittük az állomásra. Esetleg, ha mégsem sikerül a betakarítás, jelente valamit ez a növény romlásában, minőségében? Természetesen, szóval itt a legnagyobb deszkére a fagy, illetve a hó. Hogyha belefagy a növény, gyakorlatilag majd, hogy nem értékesíthetetlen, de legalábbis nagyon nagy százalékos levonásokkal adható el a növény utána, mármint a fagyos répa. Hát reméljük, erre nem kerül sor az idei évben. A nagy közönség előtt november 5-én nyitotta meg kapuit a Volt Ruházati Áruház alsó, illetve felső szintjén a Karát Kft. Nagy Sándor tulajdonos megnyitó beszédében kitért a Karát Kft. Eddigi elért eredményeire és jövőbeni terveikre. Dr. Éles András polgármester köszöntő szavaiban elismerését fejezte ki abból az alkalomból, hogy a városban egy olyan üzlet megnyitásán vehet részt, amely esztétikailag, kereskedelmileg a városban élő emberek érdekeit szolgálja. Az ünnepi beszédek elhangzása után polgármester úr a nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is megnyitotta az üzletet. Az ünnepség után Nagy Sándor tulajdonos városunkhoz való kötődéséről kérdeztük. Hát számomra a legszebb város az Hajdunánás, és én itt születtem, 18 éves koromig gyakorlatilag itt nőttem föl. Gyerekkori barátok, játszótársak, középiskolás barátok, középiskolás évek itt teltek, és hát nyilván ezt nem tudja az ember elfelejteni. Annak idején mondták is nekem a felnőtt korú emberek, hogy azért ezek lesznek a legszebb éveim, amelyekre a legszívesebben fogok emlékezni, és hát ez valóban így is van. Kötődésem van mindenhez, a városhoz, annak a létesítményeihez, a ligethez, ahol futballoztunk, és minden máshoz. Mint említette a megnyitójában, a Kft. Tulajdonában már van 34 üzlet, ez volt a 35. amit megvásároltak. A megvásárláskor a helyi kötődések fontos szerepet játszottak abban, hogy ezt az épületet, ezt a helyiséget vásárolják meg, és itt kívánjanak üzletet nyitni. Egy kicsit régebbről indulnék. Annak idején, amikor a Karát indult, akkor nagyon sokan jelentkeztek, hogy szeretnék franchise-ba csinálni, és én kialakítottam egy franchise rendszert. És
elsők között volt a hajdónánás, gyakorlatilag a második olyan üzlet volt, amelyik a franchise rendszerben dolgozott, és itt a garanciaiparcikben működött mindez idáig az üzlet. Viszont közben az idő eltelt, jó néhány év, és a karát annyira fejlődött, hogy helyileg akadályai voltak a fejlődésnek, tehát szűkek voltak a keretek. Na most ott az iparcik üzletben nagyobb terület nem állt rendelkezésre, és éppen ezért kényszerültem arra, hogy valahol egy épületet vásároljak. És a egyik lehetőség az volt, hogy a volt munkaadóm, én 10 évet eltöltöttem a Phoenixnél, a volt munkaadóm áruházát megvásároljam, így vettem meg ezt a Phoenix áruházat, amely, amennyire én tudom és amennyire ismerem, ugye 81-ben nyitott, és hát igen-igen visszafejlődött ahhoz képest a volt tulajdonos, úgy gondolom, anyagi helyzete miatt. Én célot tűztem azt ki, hogy mindenféleképpen a régi nevét, régi hírét visszaállítsuk, illetve ha lehet, annál többet, annál jobbat nyújtsunk itt a vásárlóknak. Azt azért el kell mondani, hogy a gazdaság is egy nagyon fontos pillér és kérdőjele ennek a dolognak. Ma a gazdaság nem olyan szinten áll, hogy komoly vásárlóerő jelentkezne. Úgy gondolom, talán egy kicsit túl is méretezett ez az áruház a városhoz. De én bízom abban, hogyha folyamatosan is, de azért be fogjuk lakni az egész áruházat. A fennmaradó részekre én jelképes bérleti díjért vállalkozókat várok. Szolgáltatásokban szeretném bővíteni az üzletnek a kínálatát, illetve bármi más kereskedelemre, ami nincs az áruházban, helyet tudunk biztosítani. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy jelképes áron, mert az a célom, hogy az áruház továbbra is, tehát újra élő legyen, és a hajdunánási a kedvenc bevásárló helyévé váljon. Jelen pillanatban ez a karát 35. üzlete. A elkövetkezendő 3 hétben Máté Szalkán nyitunk egy 400 négyzetméteres üzletet, Nyírbátorban egy 125 négyzetméteres üzletet, és Püspökladányban egy 100 négyzetméteres üzletet. Tehát ezzel, ha jól számom, 38-ra fog bővülni még novemberben az üzletek száma. De mindezen túl van egy franchise rendszerünk, amelyben jelen pillanatban is mintegy 40 üzlet dolgozik. Baja, Kecskemét, Kiskun, Félegyháza, a Bács-Kiskun megyei résztől teljesen a nyírségi területekig, tehát kisebb településeken is megtalálhatók vagyunk. Én igazából sokkal tovább nem akarom bővíteni a üzletek sorát, mert az emberi teljesítőképességnek is határa van, és úgy gondolom, hogy addig érdemes számomra is az üzletek számát bővíteni, amíg átlátható ez a dolog. Ennek érdekében van egy fél Magyarország térkép az irodámban, és ezen ki van tűzve minden városban a zászló, ahol a karát üzemelés működik. Ez a fél Magyarország a Dunától kelet leső rész. Nagyon sok kérést kaptam a Dunántúlról, de nem szeretnék Dunántúlon üzletet nyitni, tehát az már túl távoli ahhoz, hogy mi az ellenőrzésünk alatt tarthassuk. Számomra nagyon fontos, hogy a karát összes üzletében ugyanaz a választék jelenjen meg, ugyanolyan kulturált színvonalon tudjuk azt bemutatni, és nagyon kulturált és nagyon kedves kiszolgálást kell kapjon a vásárló, és amennyiben a minőségi problémái vannak, akkor arra orvoslást is kapjon. És nagyon tisztességes üzletelést szeretnénk végezni itt is, mint ahogy mindenhol máshol. És a karát összes üzletében ugyanazon az áron találhatók meg gyakorlatilag az árucikkek. Itt most Hajdunánáson, a korábbi kisebb üzletben nem tudtuk bemutatni már úgy a választékot. Ebben az üzletben teljes választékában tudjuk most már a karátot bemutatni, és tudjuk prezentálni a hajdunánási, és úgy gondolom a környékbeli települések vásárlóinak. Az őszi bajnokságban eddig a lányok 7 mérkőzésen túl vannak. Hogyan lehet most értékelni az őszi felkészülési munkájukat, és egyáltalán ön, mint edző, hogyan van megelégedve a csapat eddigi teljesítményével? Hát, hogyha felkészüléssel kezdjük, akkor ugye el kell mondanom, hogy a felkészülés próbája a bajnokság. Hát idáig úgy néz ki, hogy jól felkészültünk a bajnoki mérkőzésre, hiszen 7 bajnoki meccsből 5-öt megnyertünk. Egy döntetlen értünk el, és hát egy vereséget szenvedtünk sajnos hazai pályán, bár ez a mérkőzés még nincs lejátszva, ugyanis még óvás alatt van a mérkőzés a Miskolc ellen.
A többi mérkőzésen úgy érzem, a csapat nagyon szépen helytállt, annak ellenére helytállt, hogy tulajdonképpen két mérkőzést tudtunk csak teljes felállításban játszani, hiszen a török kata megsérült, a Nátházi Rita szintén megsérült, így a jobb oldalunk szinte elvezette. Annál is értékesebbek a többi győzelmek, ahol végelményképpen a lányok, akik rendelkezésünkre álltak, nagyon sokszor emberfeletti teljesítményt nyújtottak. Itt kiemelném, mindenképpen szeretném kiemelni annak az öt lánynak a teljesítményét, akik végig játszották a hét mérkőzést. Itt a Tókné Prihadova Mónika, Salánki Emese, Tarján Tímea, a Cenerika és az Ágonyi Kata. Ők minden mérkőzésen ott voltak, és hát végelményképpen az eredmény is látszik, nagyon jól játszottak. Hat mérkőzés van még hátra az őszi bajnokságból. Vannak-e olyan hibák esetleg a csapat teljesítményében, amit ezen a hat mérkőzésen kell, hogy kiküszöböljenek a lányok? Van egy csapat életében, mindig vannak olyan hibák, amit az edző szeretne kiküszöbölni. Most például nagyon szeretném, hogyha a védekezésünk olyan stabilá válna, hogy akár egy egysoros zónavédekezésből, akár egy nyíltabb védekezésből is megfelelően biztonsággal tudnánk védekezni. Ezen most dolgozunk. Ezen kívül hát nagyon szeretném most már, hogyha a sérültjeink felépülnének, hogy tehermentesítsék ezt az öt lányt, akiről most beszéltem. Nagyon szeretném, hogyha az ifjúsági játékosok közül most már többen úgy épülnének a csapatba, mint kisegítő emberek, hogy 5-10 percre meghatározóvá legyenek a csapatnak. Már volt olyan mérkőzés, ahol ifjúságkorú emberünk nagyon jól játszott. Ezt szeretném, hogyha állandósulna. Tehát mindig vannak céljaink, mindig vannak olyan feladataink, amit meg kell oldani. Hát az elkövetkező időszakra végül is ezek a feladatok várnak ránk, hogy a csapatunk egységes legyen, egész legyen. Ha jól emlékszem, én az egyik lapnak azt nyilatkozta, hogy az őszi bajnokság zárásaként az 5. helyen, 7. helyen szeretnének végezni. Pontban hol állnak most a tabellán a lányok? Igen, én azt nyilatkoztam, és a célkitűzésünk továbbra is az 5.-9. hely a célkitűzésünk. Pontban ebben a pillanatban a 4. helyen állunk a tabellán. 3-12 pontos csapat van, és nekünk van 11 pontunk. Tehát nyilván evés közben meg az étvágy, ugye szeretnénk minél jobban végezni, de nem fogják esetleni bennünket, hogyha teszem fel 5. helyen fogunk végezni, akkor sem. Az a lényeg, hogy a nézők, akik kijönnek, és most már egyre szebb számmal jönnek ki a mérkőzésünkre, valóban jól szórakozzanak a mérkőzéseinkkel. Önnek mégis mi a meglátása az elkövetkezendő hat mérkőzést, hogy ebből esetleg hányat nyerhetnek meg a lányok? Hát az elkövetkező hat mérkőzésből a hazai mérkőzéseinket mindenképpen szeretnénk megnyerni, bár lesznek nagyon nehéz mérkőzéseink, például most szombaton ön a Hódmezővásárhely, aki a tabellán előttünk van, nagyon jó csapat. Ezen kívül hát szeretnénk még idegenből is azért pontot szerezni, tulajdonképpen ez a csapat idegenben még veretlen. Idegenből ugye egy döntetlenünk volt, többi mérkőzés megnyertük. Nyilván azért nehezebb lesz egy Kiskunhalason nyerni, mint Abonyba nyerni, de hát azért majd meglátjuk. Én bízom benne, hogy továbbra is jól fogunk szerepelni. Az idei évben közel 100 gyerek részvételével került lebonyolításra az Aladdin Kupa. A kupa elnyeréséért 8 csapat nevezett be. Az általános iskolák és a Kőrösi Csoma Sándor gimnázium és szakközépiskola 8 osztályos gimnáziumának 13-14 éves diákjai rúgták a bőrt ezen a napon. A reggeltől kora délutánig tartó foci gálát szülők és gyerekek egyaránt végig szurkolták és izgulták. A nap eseménye mégis a nagy riválisok döntő mérkőzése volt, azaz kié legyen a kupa. Mirko Antal, az Aladdin Kupa elindítója, a tornák rendezője, ez évben is meghirdette a legjobb kapus, legtöbb gólt szerző, legjobb mezőnyjátékos és a legsportszerűbb csapat díját is. Így természetes, hogy a gyerekek körében nagy volt a harci kedv, de a futball iránt érzett szeretetük mindenek fölött diadalmaskodott. A nézők nem csak jó meccseket láthattak, hanem olyan tehetséges gyerekeket fedezhettek fel, akik valóban a mozgás öröméért, a játék szeretetéért rúgták a bőrt, becsülettel játszották végig a mérkőzéseket. A döntő mérkőzést ez évben is a Kőrösi és a Maklári csapata vívta. A mindent eldöntő gólt a Maklári csapat lőtte az ellenfél hálójába, így örömük határtalan volt. Második helyezett a Kőrösi Csoma Sándor gimnázium és szakközépiskola csapata,
és a harmadik helyezést a 2. számú általános iskola csapata érte el. A legjobb kapus címet ezen a napon Vitéz Lajos, a Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumi Szakközépiskola csapatának kapusa érdemelte ki. Hát nagyon jó mérkőzések voltak, kemények, és nagyon sok kemény ellenfél volt. Hát végül is ennyi. Csapattársaid mennyire könnyítették, vagy nehezítettek esetleg a dolgodon? A hátvédcsor nagyon jó volt, minden labdán ott voltak, hát csatárokat cserezték, nagyon sokat köszönhetek nekik is. Volt olyan gól, amit beengedtél, és esetleg ki lehetett volna védeni? Szerintem ez az utolsó döntőben, ezt, ha figyelek a labdára, ki tudtam volna védeni. Milyenek voltak a mérkőzések? Mennyire volt nehéz dolgod? Hát elég nehéz dolgom volt egy-két mérkőzésem, mert sok volt a védeni való, de voltak olyan mérkőzések is, amiken végül is nem volt sok feltűnően sok dolgunk és nehéz. Megítélésed szerint egy mezőnyjátékosnak milyen feladata van a csapatban? Hát attól függ, hogy milyen poszton játszik, mert ugye a hátvédnek a legtöbb dolga, hogy védekezzen, a középpályásnak ugye ő támogatni kell a védelmet, és a támadás a csatának pedig gólt kell lőnie. Mégis így most hogy értékelnéd saját magad munkáját, hogyha most így kérdezem, hogy te hogy ítéled meg ezt, hogy valóban jó helyre került most ez a cím? Hát én nem, kicsit meg vagyok elégedve magammal, mivel készültem erre a dologra, mert tudtam, hogy lesz egy ilyen kupa, de végül is nem annyira sejtettem, hogy én leszek, mert már tudtam, hogy vannak vetélytársaim is, de hát ugye a végén hajtottam és sikerült megszereznem. Spitzmüller István ezen a napon nem csak a csapat által megnyert kupának örülhetett. Az Aladin kupákon eddig minden alkalommal jelen volt, és ezért a rendezőségtől külön díjat vehetett át. Hát ez szerintem jobb érzés volt, mert részben ezt végül is azért kaptam, hogy elmegyek Debrecenbe játszani, és hát nagyon örültem neki. Most vagy nyolcadikos, ez az elmenés, ez mikor fog történni, és hová mész futballozni? Hát hétfőn már megyek be a kollégiumba, a Hunyadi János Általános Iskolába, és a sportiskola első számú csapatánál fogok játszani. Ez teljes mértékben a futballnak köszönhető, hogy most időközben váltasz iskolát? Hát igen, nagy részben a futballnak, de hogyha nem lett volna ez a tanulmányi eredményem, ami van, akkor nem mehetnék. Milyen érzés a győztes csapatban focizni, hisz a másik dolog, amit még átvettél ma, a legtöbb eredményes gólszerzésért kaptad. Hát nagyon jó érzés volt. Szerintem már a többiek is elmondtak itt mindent, és Jancsi is. Hát részben a csapatnak köszönhetem, hogy ennyi gólt lőttem, mert nagyon jó felkészített csapat volt, és szépen tálaltak. Jó csapat szerintem ez a mostani. Nem lesz egy kicsit nehéz itt hagyni őket? Hát, de, mert már 9 éves korom óta velük játszok, így elég nehéz lesz itt hagyni őket. Hát, de hogyha tovább folytatni akarom ezt a sportot, akkor meg kell tenni. Az idei év tornagyőztes a Maklári iskola csapata lett ismét, ugyanúgy, mint tavalyi évben. Milyen érzés tölti el a csapatot, hogy újra megnyertétek a kupát? Először is nagyon örülünk neki az egész csapat, hogy megnyertük a kupát, de nagyon nehéz volt a döntőben a Kőrösi ellen játszani, ugyanis először az elődöntőkben 1-0-ra igaz, hogy megvertük, de nagyon nehéz volt, és örülünk annak, hogy Jancsi igaz, végül is belőtte egy összes gólt, és ezzel megnyertük a mérkőzést. Mióta focisztok együtt? Hát egy iskolába járunk, az igaz, de össze, mármint a két osztály, a 7. és a 7. A és a 7. B, csak 2 éve kerültünk össze, és azóta játszunk. Ugye együtt, de a szünetekben, iskolákban is játszottunk már együtt többször is. Tehát minden nap játszunk együtt az iskolában. Az Aladin kupán játszó gyerekek zöme ismeri Nagy Mihályt, ki évtizedeken át foglalkozott a serdülő csapat irányításával. A meghívásnak elegettéve eljött és végignézte a gyerekek játékát. A városban szinte mindenki tudja, hogy ön már Budapesten él. Kifejezetten a mai napra érkezett vagy haza, vagy egészen más célja is volt a hazalátogatásnak? Az az igazság, hogy júniusban, amikor elváltam ezektől a gyerekektől és szülőktől, mert nagyon jó garnitúrán volt úgy a gyerekeknél, mint a szülőknél, azt a kérést tették fel, hogy nagyon szeretnék, hogyha eljönnék erre a Aladin kupára, úgy november-december körül, amikor megrendezik, és ennek akkor azt mondtam a szervezőknek és a Mirko Antinak, hogy hát ha időm engedi, már pedig időm van, tudva lévő, hogy nyugdíjas vagyok, akkor feltétlenül eljövök.
És olyan voltam, és úgy voltam vele, hogy időm is van, megígértem, miért ne jöjjek, fogtam magam, felültem a gyorsra, a vonatra, és ide érkeztem, és eljöttem erre a kupára, ahol nagy-nagy szeretettel, de tényleg a régi barátok és a régi gyerekek, akik az én produkcióm alatt, illetve az én edzőségem alatt tevékenykedtek, azokat mind most itt viszont láttam, úgyhogy kifejezetten csak ezért jöttem. A viszontlátás öröme után szinte az egész napot végigülte, végignézte a mérkőzéseket. Milyen véleményt tudna most elmondani a gyerekek játékáról, hisz évek óta ők szerepelnek az Aladdin kupán is? Hát ez egy nagyon érdekes történet, mert valamikor, amikor még az úttörő mozgalom létezett, mindig megrendezték ezeket az 5-6-7-8 osztályosoknak a kupát, és egy bizonyos idő után, a rendszerváltás után ez elmaradt, és most szerencsére van egy olyan társaság, van egy olyan ember, aki összefogja ezt a kis iskolai labdarúgási dolgot, és igyekszik összehozni, és évről évre ezeket megrendezni. Ez igaz, hogy most már ez a harmadik éve ennek, hogy milyen fejlődés. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert vannak olyan játékosok, akiket láttunk 2 évvel ezelőtt is, láttunk 3 évvel ezelőtt is, de vannak olyan játékosok is, illetve voltak olyan gyerekek, akiket most láttunk először, és meg kell mondani őszintén, hogy nagyon, de nagyon sok fiatal, tehetséges kis gyerek játszott itt, most nem futballozott, csak játszott. Ez az érdekes benne, mert a futball az egy egészen más, itt játszani kell. Úgyhogy meg kell mondanom őszintén, most nem mérőszallaggal vagy lázmérővel kell itt mérni, hogy mennyit fejlődtek ezek a gyerekek, hanem az, hogy szerettek, tudtak, igyekeztek, győztek. Volt, aki vereséget szenvedett, hát Istenem, ez is benne van a futballban, de legalább elérte Hajdon Ánás azt, hogy egy ilyen rendezvény is van, ahol ezekkel a gyerekekkel foglalkozik. X vagy Y neveket nem akarok emlegetni, úgyhogy tény is való, hogy ennek csak örülni lehet és csak dicsérni. Maguk a gyerekhozzáállás, hát az eleve tudja mindenki, hogy amikor a gyerek felnő és 2-3 éves, akkor mit akarsz csinálni, fiam? Futballozni? Hát ezek a gyerekek aztán tényleg azt akarták, és csinálták is lelkesen, becsületesen, tisztességesen. A mai napnak volt egy másik nagyon fontos pontja, ön vezette a döntő mérkőzést. Milyen érzés volt pályára lépni és a fiatalokat irányítani? Nagyon érdekes volt ez az egész, mert azt mondták a kezdetén még reggel 7:30-8 óra, hogy na Miska bácsi azt mondja, maga vezeti a döntőt. Na, a végén kisült a döntő, úgy alakult, hogy a Maklári iskola játszott a gimnázium csapata ellen. Na most a Maklári iskolában tele voltak az én tavalyi játékosaimmal, sőt, még a gimnáziumban is volt 1-2, és a szívem, hát ugye most nekem itten úgy kellett tevékenykednem, hogy ne húzzak se jobbra, se balra, se a Maklárihoz, se a Kőrösihez. Úgyhogy ilyen kezdtem, mondjam azt, hogy a tehetségemhez vagy a tudásomhoz mérten normálisan vezetni. Nagyon izgalmas volt, és tény is való, hogy látszott a gyerekeken, hogy okosan játszanak, és kivárják azt az alkalmat, amikor gólt lőhetnek, hát ez most speciál a Maklárinak sikerült. De mondom, egy külön élmény volt ez a 25 perc, mert 12 és fél perc volt egy fél idő. Összességében Miska bácsi hogyan értékelni ezt a mai napot? Hát összességében talán egy évvel ezelőtt is elmondtam, és nem akarom ismételni a szavaimat, de talán az egész az a legszebb és a legérdekesebb és a legjobb, hogy egy ilyen rendezvényre össze tudnak hozni 150-200 gyereket, össze tudnak hozni 50-60-100 szülőt, akik tényleg reggel óta itt vannak, étlen, szomjan egy némelyik, ugye. Szóval maga az egész rendezés, az egész szervezés csak dicséretre méltó, és én nem vagyok ugyan már nánásig, sajnos hozzáteszem, de én kívánom azt, hogy jövőre és azután is rendezzék ezeket a versenyeket meg. Lehet ez kézilabdába, lehet ez labdarúgásba is. Hát most speciál, ez a szponzorcsapat, ez a labdarúgást választotta. A gyerekek egy kellemes és jó napot tudhatnak maguk mögött, és reménykednek. Remélik a szülőkkel közösen, hogy a 2000-es évben ismét meghirdetésre kerül az Aladdin kupa. Mirko Antal, a torna szervezője, mindent megtesz annak reményében, hogy a gyerekeket újra pályára hívja jövőre is. Mennyire volt nyilvánvaló számodra az, hogy egy pénzintézetben fogod kezdeni a pályádat, illetve itt fogsz dolgozni?
Hát ez nem volt nyilvánvaló, nem is készültem erre a pályára. Én a szövetkezeti pályára készültem, szövetkezeti iskolába végeztem, nevezetesen a Makói Közgazdasági Technikumba, és annak elvégzése után kezdtem AFIS-nél dolgozni. Tehát ott pénzügyekkel kezdtem ismerkedni, de gondolatomban nem volt, hogy én egy pénzintézethez fogok kerülni. Később hozta így az élet. Mi volt az a motiváció, ami miatt mégis ez lett a későbbi életed meghatározó része, azt hiszem mondhatom. Hát tulajdonképpen a fiatalságomra kell visszagondoljak, mert elkerültem, férhez jöttem polgára, és akkor az AFIS-nél kaptam munkalehetőséget. Ott is végigjártam a ranglétrát. Voltam területi ügyvezető, voltam munkaügyes, és azzal kellett szembesülni sűrűn, hogy nem jó a férjemmel együtt dolgozni. Nem volt egy egyszerű összeegyeztetni az érdekeket, hisz én inkább a munkások, dolgozók érdekét szolgáltam, mint munkaügyes, úgy érzem ez kellett, a férjem már akkor főosztályvezető volt, és ez a munka és a problémák megbeszélése munkaidőn túlra is terjedt, és folytattuk este otthon. És akkor eldöntöttem, hogy ezen változtatni kell. És a polgári AFIS-től átmentem az OTP-hez dolgozni. Az OTP-nél minden szakterületet végigvittem, és jött egy lehetőség polgáron takarékszövetkezetet szervezni. Ez volt 72-ben, azért emlékszem vissza, hogy a fiatalságom a legszebb évek voltak, és én fölvállaltam ennek a szervezését 72. szeptemberétől. Munkaviszonyt létesítettem a polgári AFIS-szel, ő előlegezte meg nyitásig a költségeket, és november 2-án már megalakult a takarékszövetkezet. És azóta itt vagyok. Ez végül is egy hőskornak tekinthető. Hogyan emlékszel azokra az esztendőkre vissza, hiszen megszervezni egy takarékszövetkezetet nem kis feladat, különösen ezen a vidéken? Én most is nagyon kellemesen emlékszek vissza erre az időszakra, bár voltak naponta kudarcaim is, hisz azon a területen, polgáron nem volt takarékszövetkezet, tehát az emberek tudatában sem létezett más pénzintézet lakossági, csak az OTP. Most elsősorban az AFIS dolgozói közül merítettem létszámot, hisz ők szövetkezők, szövetkezeti emberek, folytattam a termelő szövetkezetekkel, és talán megtaláltam még azokat az ismerősöket, baráti köröket, kapcsolatokat más információ révén is, akikkel meg tudtuk csinálni, hogy 502 taggal november 2-án megalakult a takarékszövetkezet. Akárhogy is számolom, lassan 27. évfordulót fogtok ünnepelni. Ebben a szervező munkában és egyáltalán a pénz világában mennyire meghatározó a személy, aki oda megy az ügyfélhez? Hiszen azt gondolom, hogy ebben a világban lassacskán el lehet mondani, hogy minden személy függő. Ebben az elmúlt időszak is azt bizonyítja, és bízom benne a jövőben is, legfontosabb feladat, hogy milyen emberrel találkozik az ügyfél. Nagyon fontos az, hogy mikor belép egy bank ajtaján, kik fogadják, mosolyogva fogadják, vagy minek jöttél esetleg gondolattal, hát nálunk ez a takaréknál nem jellemző. A takarékszövetkezetnél nálunk, de általában az országban mindenütt, nagyon családias légkör alakul ki, nagyon helyes, értelmes kollégák vannak, akik tulajdonképpen azért ülnek ott, hogy várják az ügyfeleket. És nekik úgy kell várni az ügyfeleket, mosolyogva és kiszolgálni. A takarékszövetkezetnek mindig ez volt a erénye. És remélem ez lesz a jövőben is. És ez utánozhatatlan, a személyes kapcsolat. A mindenkit ismerünk. Ez nem csak egy elv a takarék, ez így is működik. Vagy mi tudjuk, hogy Mari néni hozta be a pénzt, vagy Pista bácsi beteg, és nekünk ez nem esik nehezünk, hogy megkérdezzük, hogy hogy van a Pista bácsi, hogy van az unoka, hogy tetszenek lenni. Ez így működik a takarékszövetkezet. Azt gondolom, hogy néhány éves ismerettségünk alapján nyugodtan mondhatom azt, hogy valahogy te is így közeledsz minden emberhez, rendkívül nyitott vagy, és nagyon szívesen fogadnak és látnak téged mindenhol. Ez egy személyes varázs, vagy kellett ezt valamilyen szinten tanulni? Én azt gondolom, mindig ez a minden szinten kell tanulni valamit, de az alaptermészetem az, hogy nagyon szeretem az embereket, hiszek az emberekbe,
ez otthonról jött ez az indítatás. Az én szüleim is ilyenek. Én nem tudok nem kedves lenni. Ha valakihez nem vagyok, az valószínű nagyon megérdemli, hogy ne az legyek. Visszatérve még egy picit a Takarék Szövetkezethez. Hát 27 éve indult útjára ez a pénzintézet, és azóta rendkívül sok fiókot, irodát megnyitottatok. Mennyire volt ez egy stratégiai terv, vagy így hozta az élet? Hát mindenféleképpen stratégiai jel volt a szövetkezetnél. Az élet produkál meglepetéseket, de nem ezt a fajta meglepetést. Itt dolgozni kellett keményen azért, hogy a piacon előre törjünk. 1972-től 80-ig egyedül volt a Polgári Takarék Szövetkezet. 80-ba kezdtük el a terjeszkedést, és folyamatosan végeztük ezeket az új fiók nyitásokat. Először új Tikos Tisza Gyula házai takarékszövetkezeti fiók jött a tiszacsegei takaréktól át a Polgárihoz, ezzel kezdtük a nyitást. Aztán Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, Debrecenbe két egység nyitása. Hajdúböszörmény később időpont volt, Tiszaújváros, Hajdúböszörmény, Görbeháza és Budapest. Budapest után Szigetszentmiklós, és most Budapesten újabb terjeszkedés a Takarék Szövetkezetnek. Ez egy rendkívül érdekes dolog, hogy egy vidéki pénzintézet Budapesten nyit irodát. Miért fontos ez nektek? Hát nem azért fontos, hogy most nagy szavakat mondjunk, és Pesten is ott vagyunk. Én úgy gondolom, hogy az a Takarék Szövetkezet, akinek nem volt lehetősége, vagy nem mert város felé nyitni, a sajnos le is állt. Példa erre számtalan van. Mi nyitottunk a megyeszékhelyre, nyitottunk a hajdúvárosokba, nyitottunk Tiszaújvárosba, a Borsod megyébe, és megmertük nyitni Budapesten is az egységeinket. Meggyőződésem, hogy van a takarék szövetkezeteknek mit keresni Budapesten is, hisz van egy olyan réteg, a kisvállalkozói rétegre gondolok, vagy a magánvállalkozókra, akiket egyetlen bank nem finanszíroz, és nem szívesen finanszíroz. Tehát meg kell találni azt a kört, akit a Takarék Szövetkezet ki tud szolgálni. És akkor Budapesten is van mit keresni a Takarék Szövetkezetnek. Budapesten most hetente följárok közvetlen hatáskörömbe tartozik a budapesti egységek irányítása. Az egységvezető komoly javaslatokkal, alternatív javaslatokkal jön a szolgáltatás bővítésére, így kerül sor, hogy a napokban egy újabb irodát nyitunk Budapesten, könyvelőirodánál, egyházi bankként működik a Takarék Szövetkezet, és még november hónapban megnyitjuk a saját jogon működő és finanszírozott zálogházat. Egy kicsit maradjunk még itt azoknál, akik tulajdonképpen bizalommal és hogy is fejezem ki magam, megfelelő szándékkal, és azt gondolom elégedetten távoznak innen a Polgári és Vidéki Takarék Szövetkezetről. Ez pedig, amit te is említettél, hogy a mikro, kis és középvállalkozások, illetve hát a agráriumban dolgozók. Célzott réteg ez a réteg a szövetkezet részéről, vagy egy egymásra találás történt? A kisvállalkozók és a mikro hitel kapcsolatában ez egy célzott, és az MVA-t kerestük meg, a debreceni igazgatóságot, és ezzel kötöttünk egy együttműködést, és Hajdú-Bihar megyébe a mikrohitelt, amit a Karékszövetkezet egységünk folyósítja, kezeli, és jó eredményekkel, tehát nagyon jól együtt tudunk dolgozni a mikrobizottsággal. Területünkön, azokon a területünkön, ahol túlnyomó rész mezőgazdaságból élnek az emberek, a háztartások, ott megcíloztuk a mezőgazdaságot is, hisz ez a mezőgazdaság segítése kormányprogram. A Takarék Szövetkezetünk, amit az anyagi erejéhez mérten föl tud vállalni, a programból föl is vállaljuk. Mégis a térségekben leginkább Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Debrecen az a terület, ahol egyre több mezőgazdasági szolgáltatás működik. Itt jó földek vannak, itt a tagokat merjük hitelezni. Igaz, most ez az időjárás, ami elmúlt évben is az idén volt, ez kedvezőtlenül érintette, de szerencsére szintén van egy kormányhatározat, mi alapján lehet csúsztatni a törlesztéseket,
mondom élnek is, hisz tegnap tartottuk Hajdúnánáson a vállalkozói fórumot, fölvetették, hogy nem tudják fizetni a bevételből a hiteleket, és ezeket a hiteleket, ha lehet prolongálni, akkor kérnék a takarékszövetkezetet. Mi legszívesebben az egész hitelt prolongálnánk, de sajnos ennek van egy kockázatos része is, hisz ezek minősített hitelek, és céltartalékot kell képezni utána, és a mi bankunknak is van egy tűrőképessége, és nem szeretnénk egy olyan helyzetbe hozni, hogy veszteségbe sodorja, de akinek ilyen igénye van, már pedig lesz, azon igyekszünk a lehetőségünkhez mérten segíteni. Szó esett a hitelről is, azt hiszem nagyon sokan tudják azt erről a pénzintézetről, hogy a egyik legrugalmasabb hitelező. Mi az a határidő és mi az a limit, amit tudtak egy-egy vállalkozónak vagy magánszemélynek hitelezni? Valóban rugalmasak vagyunk a hitelügyi intézés területén. Azt gondolom, hogy nem sok bank tudja fölvállalni azt, hogy ha minden hitelanyag rendben van a hiteligénylő részéről, akkor tulajdonképpen egy héten belül el tudjuk bírálni igen és nem választ, hisz hetente ülésezik a cenzúra bizottság, és korrekt módon járunk el az ügyfelekkel, vagy megmondjuk, hogy ez hitelképtelen, vagy azt, hogy kérünk pótfedezetet, vagy valamilyen más egyéb adminisztratív hiányosság szíveskedjen pótolni, de már akkor nem jön újra vissza cenzúrára, vagy jóvá hagyjuk a hitelét. De maximum 2 hét alatt pénzhez lehet jutni. És én azt gondolom, a gyorsaság és az a törődés, ahogy a takarékszervezet az ügyfelekkel törődik, az mindenféleképpen példaértékű. Egy ügyfélnek a tőkénk nagyságát figyelembe véve 75 millió forint hitelt tudunk adni. Ez az összeg, és a tapasztalat is bizonyítja, hogy egy kis és középvállalkozót a takarékszövetkezet önmagába tud finanszírozni. Ha ez az összeg kevésnek bizonyul, akkor konzorciális hitelbe is gondolkozhatunk, hisz azért dolgozunk egy bankcsoportba, akár más takarékszövetkezettel összefogva, vagy a takarékbankkal együtt konzorciális hitelt is le tudunk vezényelni. Tulajdonképpen, ha a szolgáltatásaitokat nézzük, egyre bővülő szolgáltatást lehet nézni, és egy nagyon komoly informatikai háttere is van ennek a szövetkezetnek. Mik azok a tendenciák, amit leginkább szeretnétek elérni a közeljövőben? Hát stabilizálni a helyzetünket a térségbe, az eddig megszerzett pozíciónkat megtartani, és tovább úgy lépni, hogy olyan ügyfélkört magunk mögött tudni, akivel lehet együtt dolgozni, és ahol közösen eredményeket tudunk elérni. Erre a biztató jelek megvannak, hisz egyre többen veszik igénybe a takarékszövetkezet szolgáltatását. Ha csak arra gondolok, hogy lakossági folyószámlát, mint egy 3000-et kezel a takarékszövetkezet, vállalkozói folyószámlát, vagy elszámolási számlát, bankszámlát 2000, közel 2000, akkor azt gondolom, ez a szám már mutat valamit. Ha forgalmát nézem, akkor ebben az évben egy 60 milliárdot elér ez a forgalom, amit itt bonyolítunk. Tehát szeretnénk megőrizni a megszerzett pozíciókat, szeretnénk az új területeken is bizonyítani. Említenél meg esetleg néhányat, hiszen ma egy beszéd, egy vállalkozói fórum alkalmával szóltál erről. Én azt gondolom, a legpéldaértékűbb az, hogy a takarékszövetkezetünknél egy egyesülés zajlott le közelmúltban. A Tiszacseg és Vidéke Takarékszövetkezet kérte a beolvadását a szövetkezetünkbe. Ezzel együtt a takarékszövetkezetünk egy 4,5 milliárd mérlegfőösszesen rendelkezik. Rendelkezik 3 milliárd 800 millió betétállománnyal, 2 milliárd hitelállománnyal, több mint 23 ezer taglétszámunk van, és 315 millió a tőkénk. Tulajdonképpen Tiszacsegével egy teljesen új, szinte fehér folt jelent meg. Ez a piac még nem egy megdolgozott, ez a terület. Nekünk van ott mit kereskedni, hisz onnan az ügyfelek szinte átjártak már a polgári takarékszövetkezethez hiteleket igénybe venni, vállalkozói hiteleket, de most már még jobban helybe fogjuk kiszolgálni. Ezeknek az ügyfeleknek is kínáljuk a kártyaszolgáltatást, amit a jelen egységünkben már nagyon színvonalasan végeznek a kollégák, és jól működik a különböző nemzetközi kártya.
Most már igényelhetik a vállalkozók a bizniszkártyát, tehát lehet vele dolgozni. A valuta deviza számlavezetést elkezdjük, a valuta forgalmazást is, és ezzel az idegenforgalom fellendítésében is, én azt gondolom, részt veszünk a térségbe. Az új területek még szeretném megemlíteni Budapest mellett Szigetszentmiklóst, Budapesten az új egységünket, könyvelőirodákhoz telepedünk ki, mint ahogy mondtam, házi bankkal, és az új szolgáltatások közé tartozik még november hónapban a saját jogú zálogház megnyitása Budapesten, és hétfőtől kezdve Tiszaújvárosba egy broker tevékenységet értékpapírforgalmazással fog foglalkozni a takarékszövetkezetünk egyik ága, és itt különböző államkötvényeket, kincstárjegyeket, értékpapírokat lehet venni, és ehhez párosul helyben ügyintézéssel a Lombard hitelezés. Azt gondolom, hogy egy ilyen szolgáltatással Tiszaújvárosban is el lehet indulni, hisz tudjuk kínálni a lakosságnak az értékpapírok mellett a teljes biztonságot, hisz a takarék szövetkezet mögött a takarékbank áll, a takarék mögött pedig a német DG Bank, amely tőkeerős, és bizalommal lehetnek az ügyfelek, és a legnagyobb bizalom mindig az, olyan brókercéghez helyezik el a pénzüket, aki mögött bank áll, mert az a brókercég nagy valószínűséggel szerint nem mehet tönkre, mert a bank helyt áll helyette. Itt helyettünk nem csak a bank, hanem a DG Bank, a német is helyt áll. Elképzelhető, hogy ez a broker tevékenység a többi fiókban is meg fog jelenni? Tehát gondolok arra, hogy esetleg Hajdúnánás, Hajdúböszörmény. Minden jel mutat arra, hogy van reális lehetősége. Debrecenben is elkezdtük ezt a tevékenységet. El fogjuk kezdeni Hajdúnánáson és Hajdúböszörményben is. Én azt gondolom, fog rá igény jelenkezni. Béke Lászlóné, mennyire dolgozik napi 8 órát, mert amikről itt most szó esett, én azt gondolom, hogy ez közel sem arról szól, hogy egy elnök ügyvezető az 8 órát dolgozik, hiszen olyan sokoldalú ez a tevékenység, amit végzel, hogy nem hiszem, hogy belefér 8 órába. Igen, én nem is szoktam 8 órába mérni a munkámat, mint más vezetőse, igen, hisz a jelenléti is se nekünk készült. Én azt hiszem már, ha reggel ébredéstől kezdve dolgozok, még ha nem is bent az íróasztal mögött, és este, ha hazamegyek, akkor se tudok leállni, ha más nem, az agyam biztos jár, hogy mit csinálok holnap, akkor a reggel megint mit nem csináltam meg tegnap. Úgyhogy ez egyértelmű. Ügyvezetők közt megosztjuk a területet, már látszik az, hogy meg kell osztani nagy a terület. És a budapesti terület kizárólagos hatáskörömbe tartozik. Jelenleg még Tiszaújváros polgár is, és az új Tiszacsege is, de ezt nem fogom tudni már fölvállalni. A mindennapos munka irányított természetesen, mint szövetkezet vezető, igen. Budapesten nekem több időt kell tölteni. A hét egy-két napját Pesten töltöm. És mióta ezt teszem, azóta látványosok az eredmények. Várnak is a kollégák előkészített anyagokkal. Szinte minden nap reggeltől 9 órától, mire fölérek Pestre, általában 8:30-9-re fönt vagyok. Délután 4-5-ig állandó programok vannak és tárgyalunk. Hát, ha egy hónap múlva történt volna ez a riport, akkor még egy új dolgot mondanék el, de most még annyira előkészület, illetve az előkészítés fázisában van, hogy nem mondhatom, de óriási horderejű lesz, ha ez összejön, és aláírjuk a megbízást. Szintén kis vállalkozókkal kapcsolatos, csak a fővárosiakkal, és nagyon szeretnénk, hogyha ez sikerülne. Hát bízunk benne, hogy így lesz. Mennyire tudja a családot tolerálni ezt az iramot, hiszen egyrészt földrajzilag is sokat vagy távol, másrészt gondolom, ha jár az agyad azon, hogy na holnap mi lesz, meg a héten hogyan lesz, akkor valószínűleg, hogy kevésbé tudsz a családra figyelni. Hát az igazság, hogy valahogy az én családom megszokta, hogy születésüktől kezdve ez így van.
egy nagyon biztos családi háttér áll mögöttem. Nagyon szépen élünk a család. Férjem hasonló beosztásban van, ő a polgári áfész elnöke, tehát tudja, hogy nekem mi a feladatom, én tudom, hogy neki mi a feladata. Maximálisan toleráljuk egymást, és figyelembe vesszük egymás érdekeit. A gyerekeim megkiszálltak a háztól, önálló családja van mindkettőnek, csak sajnos a lányom nagyon messze él Németországban, ritkán találkozok velük. A fiam polgáron él a kis családjával, két szép unokám van, és velük szeretnék több időt tölteni, de hát még most nem lehet, később. Hát igen, vannak, mert épp elsoroltam a kollégáknak az előbb, hogy egy hete már nem volt friss étel a békéjék asztalán. A férjem úgy étkezett hétvégén is, hogy a két szomszéd asszonyom felváltva vitte a vacsorát neki, és de tudomásul vette, hogy most ilyen időszak van, hogy távol vagyok. Most egy vezetői tréningre is járok, a hét első két napján ott voltam, és aztán mindig programok vannak. Tegnap volt a takarékossági világnap országos rendezvény Nyíregyházán, este már fórumot tartottam Hajdúnánáson, most délelőtt jelentettük be a Tiszaújvárosi Fórumon az új tevékenységünket, és most már a jövő héttől kezdve szinte minden egységbe esténként egy-egy fórumot szervezünk. Hagyomány ez már nálunk, és várják az ügyfelek. Ha visszatérünk egy picit még a magánéletedhez, ha van egy kis időd, mi az, amivel szívesen töltöd azt el? Hát, ha van egy kis időm, akkor legszívesebben a családdal töltöm. Itt értek a közvetlen családomra, az édesanyámra, édesapámra, testvéreimre. Hál' Istennek még élnek, csak sajnos ők is távolabb tőlem, és a két gyönyörű unokámmal. Mert ha róluk van szó, akkor úgy minden megváltozik körülöttem. Már attól félek, hogy azt feltételezik rólam, hogy valami probléma van nálam, mert akármit beszélünk, a végén mindig az unokáim a téma, és hát ez egy csodálatos érzés unokákkal lenni. Nóri, ha most azt kérdezem tőled, hogy mi az, amit még nagyon-nagyon szeretnél elérni, úgyis, mint ügyvezető elnök, és úgyis, mint Béke Lászlóni, hogyan tudnád megfogalmazni? Hát én amit szeretnék, hát lassan telik az idő, és én sem mai fiatal vagyok már, bár odébb van még a nyugdíjkorhatárom, de én tudatosan készültem mindig arra, és úgy próbálom a kollégákat az utánpótlás biztosítani a cégnél, hogy bármi történik, itt megtorpanás, megtörés ne legyen. Nálunk ki van építve a másodvonal azonnal, ki van a harmadvonal építve. Tehát egy ilyen cég, aki ilyen munkát tett meg, vagy ilyen utat tett meg, és ekkora 23 ezer taglétszámról szóltam, és még számos ügyfélkörről, ez nem érezheti, hogy történik egy vezetőváltás. Hisz a pultnál nem én ülök, a kollégák irányítják az ügyfélforgalmat, én számon kérem, és feladatot osztok. Meggyőződésem, hogy ha engem követnek a kollégák ezt a beosztást, megfelelő szakemberrel tudom ezt biztosítani, és olyan szakmai háttérrel, hogy én nyugodtan tudok. Most is távol lenni, ha távol kell legyek, akár egy hosszabb szakmai úton is, de később időpontban is. Én, amit szeretnék, én nagyon tisztességesen éltem, úgy gondolom, hogy amit csináltam, komolyan csináltam, és meggyőződésből. Én ezt a takarékszövetkezetet egy fölfutott állapotába szeretném majd továbbadni. Minden vágyam az, hogy jó eredményeket tudjunk elérni a térségbe, a területen, elégedettek legyenek az emberek, hisz én olyan büszkén megyek végig az utcán, polgáron is, másütt is, nem igen van haragosom. És én nagyon sok fiatalra, középkorúra, velem egy időskorúakra tudom mondani, hogy hát annak idején úgy indultak el a vállalkozás is, a lakásépítés is, a családalapítás, a takarékszövetkezeti segítséggel, és ami a jó, nem felejtik el. Tehát azóta is ügyfelek a takarékszövetkezetnél. Én ezt a munkám során ezt szeretném érvényesíteni, és szeretném azt, hogy nyugodt körülmények közt éljenek a dolgozóim is, legyen egy biztonságos, mert nem magamért hajtok már, hogy újabb területeket hozunk, hanem látom azt, hogy aki nem lép és nem fejleszt, az megáll és lemarad,
hogy mi legyen nekik egy év múlva, két év múlva is egy biztos munkahelyük. A magánéletemben meg azt szeretném, hogy egészségben éljünk együtt, és egy kicsit többet foglalkozni a családommal, az unokáimmal. A drága kis, a nagyobbik unokám, aki most kezd beszélgetni németül és magyarul beszél, és mikor rám néz, és akkor azt mondja nekem, mami, hát ettől, ha ezzel egy kicsit többet tudnék foglalkozni. Múlt héten voltam kint Németországban, hogy hazavittem, itt volt nálam, a édesanyjáék üdültek egy pár hetet, és a gyerek itt volt nálunk, és akkor leülök a fotelbe otthon náluk, és akkor megszól az unkám, azt mondja, auf. És akkor neki a föl az már azt jelenti, hogy fölállni, és az azt jelenti, hogy gyere, mami, játszani. Úgyhogy tündér, a kicsi pedig, az még mászik, lassan el fog járni, de már az is, mikor rám néz, fülig ér a szája. Úgyhogy... Azt hiszem, ez nagy-nagy boldogság az ember számára, de ugyanakkor, ha most a gyerekekkel folytatjuk egy picikét, akkor nagyon odafigyel maga a pénzintézet is a gyerekekre, hiszen éppen a takarékossági világnap alkalmából iskoláknak felhívást adtok ki, hogy a gyerekek készítsenek erre az alkalomra a rajzpályázatot. Miért fontos ez nektek? Ez az utánpótlás. A takarékos életmódra van a nevelés, az kicsikorba kezdődik. És ezért is vesszük fel az iskolákkal a kapcsolatot, iskolaszövetkezeti csoportot működtetünk, és kívánunk minden területen működtetni. A gyerek tulajdonképpen meghatározó személyiség a családba. Ha egy gyerek többet hall a takarékszövetkezetről, a takarékosságról, az viszi a szüleinek is. Ha a szülő hall többet, az átadja a gyereknek is. De ezt nekünk tudatosan foglalkozni kell vele. Minden egységvezetőnek ki van adva, és megbeszéltük, iskolákkal fölvenni a kapcsolatot. Látod, milyen szép műsort adtak itt az iskolások. Ahogy elnéztem a gyerekeket, az éneklőket, ezeket a gyerekeket egész pici koruk óta ismerem, olyan szépen felcseperedtek, tündérek voltak. És olyan örömmel jönnek hozzánk mindig egy-egy rendezvényre. Már polgáron az ünnepi gyűlésünkre is jelentkeztek a polgári iskolások, hogy énekelnének, táncolnának 19-én. Szívesen várjuk őket. Én hiszek ebbe, hogy egy gyereket gyerekkortól lehet nevelni takarékosságra, és kell is nevelni. Mindenféleképpen kell. Nem kevés, azt hiszem, vagy három kollégánk van már, aki kicsikorában iskolaszövetkezeti tag volt. Úgy nőtt fel, mindig tudott a takarékszövetkezetről, és takarékszövetkezet dolgozója lett. Van olyan is, akit a főiskolán is támogattunk anyagilag, és hozzánk jött dolgozni. Most tegnapi országos ünnepségről szóltam, a térségünkből, polgáról, egy kislánya, Nagy Ildikó, egy olyan prózai pályázatot adott be, hogy országosan harmadik helyen díjazták, és tegnap vehette át az Országos Szövetség elnökétől az oklevelet és az ajándékot. Tehát amellett, hogy rajzolnak a gyerekek, amellett, hogy verset írnak, amellett, hogy prózát, de eredményeket is érnek el. Most, ha végigvonulsz a takarékszövetkezeti egységekbe, biztos mindenütt látod, hogy gyerekrajzokkal vannak tele, hát ettől szebb alkotás nincs. Mikor egy gyerek ki akarja fejezni, hogy értelmezi, az értelmében hogy jelenik meg a takarékosság, és netán a takarékszövetkezet. Mikor kezdetben kezdtük, és a takarékosságról volt szó, nagyon sok helyt az OTP jelent meg a gyerek tudatába. Ha egy persejt rajzolt, egy malaccal OTP-t írt fölé, ha csapott a vizet, akkor megint OTP-t írt, és most nagyon kevés rajzon látom, hogy OTP takarékszövetkezet. Akkor tudatosult ez. Tudatosul ez a dolog, és én azt gondolom, akkor elérjük a célunkat, hogyha ezt így tesszük. És a rajz is ezt mutatja, hogy közelítünk a célhoz. Hát azt hiszem, ennél jobb végszó nem lehet, és én azt kívánom neked, munkatársaidnak, hogy ezek a célok megvalósuljanak, és a térség is mindannyiunk gyarapodására. Magánéletedben hadd kívánjunk neked jó egészséget, sok munkát, eredményes munkát, és hát előbb-utóbb reméljük, hogy sokkal több időt fogsz a gyönyörű unokáiddal tölteni. Én megköszönöm a figyelmeteket, a kedvességeteket, hogy pont ezen a jeles napon rám gondoltatok egy ilyen riport készítésével. Szívesen teszem, mert szívesen beszélek a takarékszövetkezetemről, a dolgozókról, a kollégákról, ügyfeleinkről, az eredményeinkről. Boldogan. Köszönöm.